Hát sajnos gyorsan lerendeztük ezt a mai mérkőzést, szokásos hibáinkból bekaptuk volt, pedig készültünk erre, tudtuk, hogy veszélyes pontrugásai vannak a gyarmatiaknak. Ki voltak osztva az emberek, ennek ellenére sorozatosan lemaradtunk, tisztán fejeltek, kipattanóra se tudtunk odaérni, nem tudtunk blokkolni, úgyhogy gyorsan két gólos hátrányba kerültünk. Onnantól kezdve a mezőnyben nagyjából egyenlő, hogy kiegyenlített volt a játék, nagy különbségek nem voltak, de hát nyilván a vendégek már nyugodtan játszhattak, nekünk sokkal többet kellett volna előfelé mutatni, sokkal többet kellett volna futni, többet kellett volna vállalkozni, kezdeményezni hazai pályán, hátrányba akár több kockázat is vállalni, ez sajnos elmaradt, folyamatosan hétről hétre ebbe a hibába esünk, nem nagyon tudunk kilábalni ebből a rossz szériából. De hát még van egy mérkőzés, ahogy össze kell szedni magunkat, és igyekezni még legalább azt a három pontot valahogy összegyűjteni. Ugye nagyon jól kezdtük a mérkőzést, pillanatok alatt 2-0-ás előnyre tettünk szert. Úgy gondolom, hogy végiguraltuk a játékot, ami fontos volt az, hogy ők ugye a megadott 11-est kihagyták, ez nekünk még egy pluszt adott. Ami hiányérzetem van az, hogy a kapu előtt nem voltunk 2-0 után elég agresszívek. Úgy gondolom, hogy megvoltak a lehetőségeink arra, hogy ez több gólos mérkőzés legyen. Nem éltünk vele, de hál' Istennek sikerült nyernünk, ugye itt nagyon nem szokott a gyarmat nyerni. Ami fontos az, hogy a srácok kitesznek magukért nagyon, tehát az, hogy most már tényleg össze-vissza állunk föl, a jobb hátvéd belső védő, a középpályás jobb hátvéd, össze-vissza vagyunk meg, és még mindig hoznak egy nagyon jó szintet, ami élvezetes mérkőzést hoz.